Keszkereszt az egyik legrégebbi keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének eseményeit foglalja össze. Ősi szokás szerint a Szent Mise kezdetén vizet szentelt Spányi Antal megyés püspök. Örömmel kérjük Urunkat, Istenünket, hogy legyen kegyes megáldani ezt a vizet, melyet a keresztségre való emlékezés gyanán. Három eseményt ünneplünk ilyenkor, a három királyok látogatását, a kánai mennyegző történetét, és azt az eseményt, amikor Szent János megkereszteli Jézust a Jordánban. Nem könnyű a Krisztus megismerése, fölismerése. A csillagot, amely számunkra a betlehemi csillag, nyilván nagyon-nagyon sokan látták. Látta az emberiség. És mégiscsak ez a három volt az, aki ezt a csillagot látva megértette az üzenetet. Fölfogták, hogy el kell indulni, mert ez a jel hív bennünket. A megyés püspök hozzátette, a hit vezette el a három királyt a gyermek Jézushoz, Isten mutatta be nekik a gyermeket, és ők képesek voltak a nincstelenségben felismerni Isten fiát. A hit Isten ajándéka, amelyet ingyen ad mindenkinek szemrehányó szavak nélkül, bőségesen, de mégis küzdenünk kell érte, hogy ezt a hitet befogadjuk, vagyis a hit bennünk életté váljon, gondolatainkat, cselekedeteinket meghatározó erő legyen a mi életünkben. Spányi Antal a kánai mennyegzőről elmondta, csoda történt, amelyben fel lehetett ismerni Isten jelenlétét. Jó, ha felismerjük, hogy Isten szeretetére építhetünk. A Jordán partján Szent János megkeresztelte Jézust, megnyílt az ég, és Isten galambképében leszállt. Mutatott jelet az Isten, az életünkben mindannyian megtapasztalhatjuk a jelenlétét. Feladatunk, hogy a világ előtt tanúságot tegyünk róla.